Ez egy tűzcsöves kazán, olyan, mint a vonatokban van. Tehát van egy ilyen nagy hordószerű valami, tele van vékony csövekkel, amin alulról a tűzből feljövő füst és meleg melegíti a kis csövek körüli vizet. A hajótestet 14 éve vásárolta Málics György, a hozzátartozó gőzhajtású gépet pedig ő maga rakta össze. Több mint 18 év munkája van a gőzkacsa megépítésében. Először fölépítettem a gőzgépet, kitaláltam, lerajzoltam, megcsináltam, aztán a kazánt építettem hozzá, és amikor ez így komplett megvolt, akkor az interneten találtam ezt a héjat, azt a csónaktestet. Ez a Budapest tengerjárónak volt a mentőcsónakja. Úgyhogy amikor a több réteg festéket levakartam, akkor megtaláltam a sárga feliratot rajta. Nem csak a gőzkacsát csodálhatták meg az érdeklődők hétvégén Balatonbogláron. A Szent Martin nevet viselő kis csónak Balatonakaliból érkezett. A német tulajdonos szintén a két kezével rakta össze a gőzhajtású gépet, kislánya pedig mindig segít a balatoni utazások során. Mondjuk, hogyha kér fát és a fűtésnek, akkor mondjuk adok neki, ott hátul a kabinban van fa, és akkor erőre adok neki párat. A balatonboglári kikötő talán legnagyobb látványossága a csavargőzös, amely ma már műemlékhajóként üzemel és évente több ezer látogatót fogad. A szervezők közel 10 éve döntöttek úgy, hogy gőzhajtású csónakokat is bemutatnak az érdeklődőknek. Maga a gőzcsónakozás az Nyugat-Európában és Angliában egy nagyon elterjedt hajózási forma, egyfajta hobbi. Ha valakinek elég technikai affinitása van és érez magába erőt, energiát és időt az építésre, akkor épít magának egy ilyen csónakot. Nekünk a csavargőzös hajóval teljesen egyértelmű volt, hogy a Magyarországon pillanatnyilag itt lévő hajókat összehívjuk, hiszen maga a gőzgép összeköt minket, és minden évben egy találkozót szervezünk a gőzcsónakok számára. Idén 3 gőzcsónak érkezett az országnak 2 nagy pontjáról, az egyik a Balaton, itt a déli parton és az északi parton van egy-egy gőzcsónak, illetve Sopronból érkezett egy gőzcsónak, ami a Mosoni-Dunán és a Rábán szokott közlekedni. A program évről évre népszerűbb, és sok turistát vonz az őszi Balatonhoz. Nagy büszkeségünk itt a csavargőzös, most már ugye 15 éve újra a fedélzeten lehet megtekinteni a régmúlt eseményeit, és ezek a kis hajók is egy nagyon szép gesztus a cégek részéről, hogy eljöttek és megmutatják magukat. Akkor igazi kuriózum Bogláron itt a nyár végén, remélem sokan élvezik majd. Bár a szezon véget ért a hétvégi programmal, a szervezők már a következő eseményt tervezik. Áprilisban egy veteránautó bemutatóval várják az érdeklődőket, de egy nemzetközi gőzcsónak találkozót is szeretnének megvalósítani.